Kedves vendégek! Szeretettel köszöntjük Önöket az első Pécsi Konfúciusz napon. A PTI Egészségtudományi Kar hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz Intézete az idei évben először szervezte meg a Konfúciusz Intézetek hagyományos szeptemberi rendezvényét Konfúciusz nap címmel. A program apropója a több ezer éves hagyományokra épülő őszközépünnep, melyet a kínai holdnaptár szerint tartanak a 8. holdhónap 15. napján. A kínai új év után ez a második legnagyobb kínai fesztivál. Felkérem dr. Betlem József docens urat, az egészségtudományi kar dékányát a rendezvény megnyitására. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Először is engedjék meg, hogy Ódis József professzor úr nevében is sok szeretettel köszöntsem Önöket, aki sajnálatos módon elfoglaltságai miatt most nem tud itt jelen lenni. Köszöntsem Önöket ezen a valóban fesztiváli napon, ugyanakkor ezt az időjárásból nem nagyon érzékelhetjük, de bízom benne, hogy azért az az elkövetkezendő néhány műsorszám, amellyel a Konfúciusz Intézet, a Pécsi Konfúciusz Intézet készült, mégiscsak valami fajta melegséget fog mindenkinek a szívébe csalni. Mi is ez a Konfúciusz Intézet, és miért is került ez igazándiból Pécsre? Azt gondolom, hogy erről egy szót kell, hogy szóljak. A világon a Konfúciusz Intézeteket elsősorban a kínai kultúra nyelv megismertetésére hozta létre a kínai kormány 10 évvel ezelőtt, és a világon 450 ilyen intézet működik jelen pillanatban. Azonban ezek közül is van olyan, nevesen 7, amelyik azon túl, hogy az előbbi fontos értékeket közvetíti Kínáról, Ázsiáról, ezentúl felvállalta a hagyományos kínai orvoslás népszerűsítését, megismertetését a világon, és arra tudunk büszkék lenni, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem elérhette azt a címet, hogy a világon 7., Európában a 2. egy ilyen típusú intézetet hozhatott itt létre. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy ezt a megtisztelő címet megszereztük, azonban komoly feladat, hogy a jövőben ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk. Rendezvényeinkkel szeretnénk népszerűsíteni természetesen a kínai kultúrát, megismertetni ezt a távol-keleti, sokszor másfajta elemeket, másfajta gondolkodást felvonultató filozófiát. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy Kína is fog tőlünk tudni tanulni, hiszen a kölcsönösség és a globalizáció jegyében az elkövetkezendőben egyre inkább egymásra leszünk utalva. Kívánom azt, hogy a mai alkalommal is érezzék jól magukat a rendezvényen, és az elkövetkezendő időben is látogassák a Pécsi Tudományi Egyetem hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz Intézetének a különböző programjait, amelyet az elkövetkezendő időben, majd kellő időben különböző fórumokon keresztül igyekszünk eljuttatni Pécs városához és minden érdeklődőhöz. Kellemes szórakozást kívánok! Köszönjük dékán úr szavait! Felkérem Mao Hong professzorasszonyt, a PTLTK hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz Intézetének kínai igazgatóját, hogy köszöntse a résztvevőket. Igazgatóasszony szavait beszédét követően fordítjuk le. Hello everyone! Üdvözlök mindenkit! Jó napot kívánok! I guess the name of Confucius Institute is a bit unfamiliar to you. But I'm sure a lot of you have heard of Confucius, a great philosopher and educator in ancient China about 2,000 years ago. A Konfúciusz Intézet elnevezés egy kicsit még idegen lehet az Önök számára, de biztos vagyok benne, hogy sokan hallottak már Konfúciuszról, a nagy filozófusról és tanítóról, aki mintegy 2000 évvel ezelőtt élt Kínában, és talán ismerik híres gondolatát. You may have even heard of his words of wisdom, like, what you do not others down to you, do not to it to yourself. Amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, azt eseted meg mással. Confucius even compares the pleasure of having friends from visiting from afar to that of learning. Konfúciusz egykor egyenlőséget tett, egy messziről jött vendéglátogatása okozta öröm, és a tanulást nyújtott a boldogság között.
On 27th of March, Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine at Peach University had its opening ceremony at the Bowler Dinners in Peach as the first of Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine in the European continent. Az idei év márciusában alakult meg Európa első hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz intézete. Most alig fél évvel később már nem is vendégnek, hanem háziasszonynak érezhetem magam Pécset, köszöntve a világ számos tájáról érkező hallgatókat. Now, only half a year later, I'm standing here feeling not like a guest, but like a hostess, welcoming students from all around the world. Okay, and I think Confucius Institute offers chances for Chinese learning, Chinese language and cultural learning, and it's also a platform for cultural exchange and communication. A Konfúciusz Intézet lehetőséget kínál a tanulásra a kínai nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek, valamint helyet ad a kultúrák közötti kommunikációnak és információcserének egyaránt. I think the preaching of Confucius for a harmonious relationship is still of value in this fast-changing world. Konfúciusz harmonikus kapcsolatokra vonatkozó tanítása gyorsan változó világunkban különösen időszerű. Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine at Peach University could be seen as evidence to prove the University's Peach in its internationalization as it opens its arm to embrace the culture from the East as well as the West. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi esedését jól példázza, hogy intézetünk az egészségtudományi karon kapott helyet. Az egyetem tárt karokkal fogadja és öleli fel a keleti és a nyugati kultúrákat egyaránt, széles kulturális lehetőségeket biztosítva ezzel hallgatóinknak. As the European Capital of Culture in 2010, Peach has already shown us, through festivals like Europaconda, its capacity to hold people from different cultures and backgrounds together, which I think is what makes Peach so attractive and distinctive to us. Peach, Európa 2010 kulturális fővárosaként, illetve az Europaconda fesztivállal megmutatta, hogy képes különböző kultúrával és háttérrel bíró embereket összetartani. Ezt teszi számomra Pécset oly vonzóvá és más városoktól megkülönböztethetővé. We are proud that Confucius Institute for TCM at Peach University positioned at Health Science Faculty could be part of the culture. And the door of Confucius Institute is open to anyone who have the interest in Chinese culture. Büszkék vagyunk arra, hogy intézetünk ennek a közösségnek a része lehet. Az intézmény mindig nyitva áll az érdeklődők számára. Last, I would like to wish everybody happiness and enjoy the performance that we'll give you this afternoon. Köszönöm szépen! Köszönjük igazgatóasszony szavait!